Akit ma egy kávéra hívtam, megtanított nekem egy mondatot. Megtörténhet bármi, hogyha hagyod, néha nem megy könnyedén, hát álmodj nagyot. Mary Poppinstól az idézet, számomra pedig a közvetítő oroszlán Szonya. Ugye ez Mary Poppins mondat, de azon gondolkoztam, hogy miután neked ez annyira fontos mondat, ez mondható a Szonya, hogy az életedben is mottó lett? Szerintem mindig is az volt. Csak nem volt így megfogalmazva? Csak nem volt ennyire megfogalmazva, igen. És nem kellett így kimondanom, mint ahogy ott. De amikor olvastad, vagy hallottad gyerekkorodban, amikor felolvasták neked, mikor még nem is álmodhattál, hogy te leszel Mary Poppins, akkor ez a mondat, vagy bizonyos ilyen szimbólumok beragadtak a Mary Poppinsból, a meséből? Hát biztos, hogy nem tudom, hogy a meséből-e, vagy más mesékből, de szerintem, szóval ez a, van egy ilyen, nem szeretem ezt a Kicsire nem adunk című mondás, de egyébként így van, hogy mindig merni kell sokkal nagyobbakat álmodni, mint amit így az ember mondjuk a környezetéből leszűr, hogy mi férne bele. Szerintem sokkal följebbre, meg magasabbra kell törekedni, és akkor tudnak történni jó dolgok. Ha az ember lezárja az elméjét, akkor nem fog bejönni semmi. Hát ez valószínű úgy van, nem, hogy mikor picik vagyunk, akkor ebben gátlástalanok vagyunk a szó jó értelmében, aztán általában jó lassan úgy elkoptatjuk és elveszítjük. De nálad mondjuk ez maradt? Tehát mondjuk, hogyha a gyerekkorodat nézzük, akkor a szüleid álmodásra bíztattak, vagy sokkal inkább küzdésre és konkrét célok elérésére? A szüleim nagyon realisták, tehát ők nem ezek az álmodó fajták. Ők szeretik tudni azt, hogy mi van, hogy mi jön, hogy mit, hogyan kell elérni szép. Én egy teljesen, mondjuk nagyon-nagyon különbözöm ebbe a szüleimtől, hogy én szerettem mindig mindenbe belekóstolni például. Tehát, hogyha kinéztünk valami, kitaláltuk, hogy akkor én most úszni fogok. És akkor úsztam, és akkor meguntam az úszást mondjuk 4 év után, azt mondtam, hogy és akkor most vívni szeretnék. És akkor elmentem vívni, aztán, ez uncsi, akkor most sielek. És akkor ahelyett, hogy azt látták volna a szülők, hogy milyen jó, hogy a gyerek mindenbe belekóstol, majd el fogja dönteni, hogy mit szeretne. Mindig az volt, hogy te sose vagy kitartó, semmi nem érdekes, mondom, hogy nem erről van szó, hanem kíváncsi vagyok. Tehát én kíváncsi vagyok, megmérem magam, vannak dolgok, például nem tudok elkapni egy labdát, tehát hiába próbáltam kosarazni, nem tudtam kosarazni, mert így kicsúszik a kezemből. Tehát vannak dolgok, rá kellett jönni szépen arra, hogy vannak dolgok, amikhez van érzékem, van, amihez nincsen. De ilyen értelemben, hogy most a mozgásokat vettük, akkor mondjuk az, hogy tudod, ez a humán, vagy reál beállítottság. Ugyanez. Mert ugye végül is te középiskolában kvázi egy szárazabb tantárgyakat tanultál. Tudom, nem is jött össze. Tehát, hogy volt egy olyan irány ez, is. Mert elmentem, ez is valószínűleg ennek a hozadéka, ennek a fajta beállítottságnak, hogy gondoltam, hogy kipróbálom, hogy igen, elmentem a Hunfalvi János közgazdaság és külkereskedelmi szakközépiskola német kétnyelvű külker ügyintéző osztályába. Ezt kimondani is nehéz. Mindig már megtanultam, hogy legalább az iskolát ne roncsom el. De, és ott minden volt, ott volt statisztika, könyvitel, közgazdaságtan, mit tudom én még, mi volt. Utána jártál, hogy nem érdekel? Nem jártam utána, ez is olyan volt, mint az összes többi dolog, hogy én most ezt kipróbálom. Úgy gondoltam, hogy biztos jobb, mint egy gimnázium, hogy az ember egy szakmát kitanul, és hát nagyon nem. Nagyon nem tetszett, nagyon unatkoztam, és ha én unatkozom, akkor én onnan megyek, tehát nekem valamit kell. Majdnem elmentem a Szilágyi gimnáziumba egyébként, ahol szintén felvettek, és a mai napig bánom, hogy akkor ott nem gondoltam meg, hogy átmegyek, mert a Hunfalvi egy nagyon jó iskola egyébként. Csak azoknak, akiket érdekel ez, és akik rá beállítottságú emberek, mert ez egy elit suli egyébként. De én nem értettem, hogy mit mondanak nekem ott. Nem azt a nyelvet beszélték, amit te, bár elsajátítottad a két nyelvűben a németet. Hát a németet, de... De ha már azt mondod, hogy az unalom, ha valahol unatkozol, azt tudja testbeszéleddel is azt mutatod, hogy nem, onnan menni kell. Azon is elbambultam, hogy azért általában szerintem, hogyha valakinek mondjuk van egy 10 éves sikerszériája, miután mondjuk rátaláltál a színészetre, ugye musical osztály, stb., akkor, sőt, hogyha még nem is sikerszériát tudunk magunkénak, vagy magunk mögött, az nagyon nehezen vált az ember, vagy ismeri be, hogy csend kéne, vagy ismeri be, hogy
lépni kéne, valami más kéne. És te pedig megmerted hozni azt a kockázatot, mondja Szonya, hogy beutaztad a világot, és bár időnként föltűntél a színházban, de hogy egy tök nagy kockázatot is mertél vállalni. Szóval ez, itt a kockázat, az nem merül fel? Hogy... Hát több ilyen volt már. Hát igen. Az első kockázat az az volt, amikor én a musical osztályból, ugye a harmadik, negyedikben már szakmai gyakorlatra megyünk színházakhoz. És én nem a musical színházakat választottam, ez esetben a Madácsot, mint a Szirtes tanár volt az osztályfőnököm, tehát nagyon egyértelmű lett volna, hogy én a Madácsba megyek, ahol egyébként egy évig voltam is, de én a Vix színházat választottam. És elmentem a Vix színházba 4 évre, mert azt gondoltam, hogy az olyan lesz, mint 4 év prózai osztály, így a musical mellett, ami így is volt egyébként. De tényleg nagyon nagy szerencsém volt, és nagyon jókat játszottam, és sokat. És akkor ott jött egy olyan pici hullámvölgy, ott 4 év után, és úgy éreztem, hogy jó, de most unatkozom. És akkor azt hiszem elmegyek, és azért a Vígszínházban fölállni pályakezdőként, és azt mondani, hogy hát akkor én most unatkozom, és én megyek. Nem azért az de, hülyének néztek. De valahogy úgy érzem, hogy szerintem ez ilyen korosztályos dolog, meg valahogy a fiatal színészekben van egy ilyen többféle dolgot szeretnének egyszerre csinálni. Nem én voltam az egyetlen, aki akkor fölállt és tovább lépett, illetve az egész korosztály, amik mi voltunk. Nagyon sokan mentek utána más irányba, és szerintem ott is azért megértették, hogy én még szeretnék ebbe belekóstolni, abba belekóstolni, szóval nem vették zokon egyébként szerencsére, tehát nem volt ebből sértődés vagy semmi. Tehát, hogy téged nem gátolnak a tradíciók vagy a konvenciók abban, hogy lépjél? Hát egyrészt nem, másrészt azt gondolom, hogy ha hibát követek el, akkor én oda tudok állni, és azt tudom mondani, hogy bocsánatot kérek, hülye voltam, szeretnék visszajönni, visszavesznek-e? Tehát én megkockáztatom azt, hogy bennem nincs olyan, hogy én nem csinálok ebből hiúsági kérdést, hogy beismerném a hibámat, és azt mondjam, hogy jó, lehet, hogy kicsit elszállt velem a ló, és nektek van igazatok, és itt a helyem. Szóval nem... De egyébként utólag az élet azért téged igazolt, nem? Tehát, igen. Hogyha valahogy jött az a unatkozom, vagy mennék már, akkor ha visszanézünk, most már mondhatjuk, hogy jó tettem. Igen, igen, valahogy a megérzéseim úgy működnek. Tehát ilyenkor nincs lista, hogy érvek itt, érvek ott, tehát ilyen tépelődés és racionális gondolkodás helyett inkább ilyen gyomorból döntesz? A gyomor azért, mert szerintem úgy nagyon nehéz valamit lelkesen és jól csinálni, hogyha közben görcsöl valaki. Tehát szerintem én azt szeretem a szakmámban, és akkor tudom, és azt akkor érzem, hogy jó helyen vagyok, ha minden energiámmal, és nagyon nyugodtan és boldogan tudom azt csinálni, amit szeretnék, és teljes alázattal és odaadással. Mert ez a pálya, ez azért, én itt saját magamat használom, az agyamat, a lelkemet, a szívemet beleadom. A testemet, és hogyha bárhol olyan görcs van, akkor nem fog működni. Volt olyan, hogy azért úgy kiürült? Vagy ez pont a Mondja Szonya? Hát a Mondja Szonya volt. Igen. Hogy olyan sokat és sokféle dolgot csináltam 10 évig, meg ugye mindig a mai napig mindig a butaszőkén karaktereimre térnek ki. Az is olyan sok volt, hogy ennyi bört már nem lehet lehúzni valamiről. Szóval azt éreztem, hogy már ugyanazokat az eszközöket használom, ugyanazokat a hangsúlyokat használom, már tehát unom magam, tehát akkor elkezdtem magamat unni, és azt mondtam, hogy nem csinálhatok még egy ilyen szerepet, mert minek? És akkor kellett egy kicsit frissíteni az eszköztárat, és azt gondoltam, hogy... Hát de meg, hogyha az ember elmegy már valakiként, hiszen már itthon tudható volt, és tudták, hogy ki az a butaszőke, illetve képzeltek valamit az Oroszlán Szonya mögé, és mondjuk a világ annyira különböző pontjain voltál, szegénységtől a gazdagságig mindent bejárva, hogy miközben itt olyan kicsinek érezheti az ember a világot, különösen ismert emberként, mert úgy belátja, azt vélem én, hogy ez egy nagyon komoly szempontváltás, hogy kimegyek, és én vagyok a kicsi. Nem, mert hogy a világ, te jó ég, milyen nagy, és én egy kis senki vagyok benne. Igen, és ez olyan jó. Szóval, hogy ez egy annyira jó érzés, hogy... Jó, én mondjuk szerencsés alkat vagyok olyan szempontból, hogy én nem hagyom elkapatni magam. Tehát nem vagyok egy ilyen... Örülök a sikereknek, de azért én azt gondolom, hogy
hogy nagyon, minél magasabban van az ember, annál nagyobbat eshet. Tehát azért nem szabad, nem örülünk előre, mert nem viszünk a medvebőrére, de hogy pontosan az embernek tudnia kell a helyét ahhoz, hogy ne hűljön meg. És főleg, ahogy nekünk a valami Amerika kapcsán a pályatársaimmal együtt, nekünk nagyon gyorsan és hirtelen jött a siker, a nagyon nagy siker, tehát egy országos ismertség. Tehát tényleg egyik napról a másikra nem tudtunk kimenni az utcára, anélkül, hogy ne súgtak volna össze a hátunk mögött, vagy ne kérdeztek volna, vagy jöttek volna oda. Szóval, hogy ez fura, és ezt azért nehéz feldolgozni. És ezt szerintem azért a családomnak is köszönhetem nagyon, hogy én ezt elég jól tudtam feldolgozni, szóval ebből nem csináltam akkora ügyet, hogy mekkora király lettem. Tehát reggel a tükörben így, mekkora sztárt látok itt. Nem, hanem az volt, hogy jó, magam. Ez tök jó, hogy ők így gondolják, de biztos, hogy én tudom azt nyújtani majd, amit elvárnak, és akkor ez egy ilyen... Tehát gyakorlatilag önmagad számára is egyre magasabbra került a léc, hiszen a tegnapot ma is igazolni kell, a mát holnap is igazolni kell, tehát hogy méltónak kell maradni. Hát méltónak, igen. Tehát nem lehet, igen. Tehát azt gondolom, hogy most egy dologban jónak lenni, és a soha többet azért olyan, azt úgy nem, arra nem vágyik az ember. Akkor inkább nem akarok híres lenni, de csak egy dologgal. Ilyen szempontból egyébként szigorúbb vagy magaddal, mint amit feltételeznek, szerinted? Mert kívülről látva tudod, azt hinnék, hogy ezek a kis buta szőke karakterek révén híressé vált, és milyen jó neki, meg milyen könnyű neki, de hát pont mindig eszembe jut, amit mondtál, tehát mondjuk egy Mary Poppinsban 8 percet táncolni, énekelni, ott nem lehet az, hogy bocs, nem kapok levegőt, tehát hogy ebben nem is a próbaidőszak melója van, hanem hogy, vagy akár valami Amerikában, hogy ott azt meg tud csinálni, amit kellett, hogy ebben mennyi meló van, azt ugye az emberek nem látják, tehát szigorú vagy? Nagyon, 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 sőt, túlságosan is szigorú, nagyon maximalista vagyok, nagyon. Főleg magammal, de ha dolgozom a környezetemmel is, tehát nem... Nagyon-nagyon mérges tudok lenni, hogyha valaki nem veszi komolyan, amit csinál, nagyon. És olyankor pokróc vagy, szólsz? Beszólok, igen. Most már, tehát hogy de nem csak akkor, hogyha... Nem, mert csak akkor szoktam beszólni, tehát nem, most nem, tehát nem kezdek egymásokkal kiabálni, nem így értem ezt, hanem szólok, tehát hogyha azt gondolom, hogy a fegyelem az egy nagyon fontos eleme annak, hogy valami ott csináljunk, és ha valaki túlságosan, én is szoktam, most egy félértés ne essék, nem arról van szó, hogy én bemegyek, és akkor keményen dolgozom, mert megvan a helye annak, hogy az ember lazítson, nevetgéljen, stb. De azért eljön az a pont egy próba folyamatban is, amikor nagyon koncentráltan kell csinálni valamit, különben azért ez egy életveszélyes dolog, ez az egész Mary Poppins, a díszlet, a mozog, minden reptetés, stb. Nem lehet, vannak bizonyos helyek, ahol nem lehet idétlenkedni. És ez a szigorúság, ez... De mondom, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy bemegyek, és akkor a hárpia kiabál, hanem csak mit tenni, annyit mondok, hogy pszt, vagy nem tudom, azért nem olyan vészes ez, de hogy magammal is nagyon, nagyon megkövetelem magamtól a fegyelmet, az odafigyelést, a kemény munkát, pontosan azért, hogy utána, amikor az ember nézi, akkor azt lássa, hogy ez de könnyű, ezt én is meg tudom csinálni. Mert szerintem minden ilyen akkor jó, és akkor élvezhető, ha a néző nem azon gondolkozik, hogy úristen, ez most 8 perce ugrál, és közben én, tehát hogy ezt nem szabad, hogy eszébe jusson, hanem ő csak azt látja, hogy megy a sztori, tettere, neki egy pillanatig nem szabad, hogy eszébe jusson, hogy ez mekkora meló, mert akkor már... Akkor csikorog. Hát ne, akkor az igen. Hogyha a fegyelmezettségnél tartunk, e tekintetben le vagy kettőzve? Tehát van az oroszlánszony, a színésznő, a munkát végző, teremtő, alkotó ember, aki nagyon fegyelmezett, és van a Szonya, aki egyébként meg, nem tudom, mint egy ilyen kis spániel ugribugrizik, jön, megy, és így elkésik, meg szunyókál, meg lusti, meg romantika. Tehát, hogy a privát életedben is azért van rendnek kell lennie, vagy ott kócosabbak ezért? Jaj, nem vagyok, olyan pedáns vagyok, borzasztó. Mondod ezt így? Igen, sajnos. Szóval, hogy nem, rend van. Mert rend a lelke mindennek, és ezt nagyon vallom. Tehát sajnos, igen, tehát én vagyok az, aki mindig a barátaim mondják, hogyha vendégség vagy, ülj már le egy pillanatra, nem tudok bulit rendezni, mert állandóan mosogatnom kell akkor, és pakolnom, és azt szeretem, hogyha mindenki körül, hogy rend van, és akkor úgy, nem tudom, ez egy ilyen... Pedig egyébként nem mondhatnám, hogy a gyerekkoromban a szüleim... Ostorralhajkoráztak volna, igen, tehát nem, hogy semmi azt a két köze papucsot ahhoz, hogy... légy szíves, így centire tedd. Nem, de valahogy hogy biztos attól lesz nyugodt a lelkem, hogyha úgy minden a helyén van. Vagy...
Hát vagy lehet, hogy az összevisszaság az úgy zaklatna, tehát hogy így nem tenne, nem esik. Nem látom át a dolgokat úgy, igen. Hogy ez egy jó mondat egyébként, ezt szereted, ha átlátod? Hogyne. Tehát, hogy nem szereted, hogyha valami bizonytalan, nem szereted, hogyha valami kiszámíthatatlan, nem szereted, ha valami össze-vissza vagy úgy... Nem szeretek csúszkálni a jégen, szóval... igen, tehát inkább felveszem ezeket az ilyen talpakat. Nem, ugyanúgy, hogy a sikamlós embereket sem szeretem. Tehát, hogy szeretem az őszinteséget, szeretem az egyenes dolgokat. Nem hiszek abban, hogy mondjuk például, tehát például, ha szakmáról beszélünk, hogy nagyon sokan mindig azt gondolják, nekem könnyű, amit ugye mondtál, és visszatérve erre, hogy hát én hányszor kaptam meg, hogy hát könyv meg benyomták, meg izé, meg hátsz, és ott a legjobb barátaim az elején nem értették. Ők például nehezebben dolgozták fel az ismertségemet, mint én magam, mert ők tényleg, tehát hogy ők nem hitték el, hogy ez tud sikerülni, nem biztos, azt gondolták, hogy valaki biztos, hogy nyomja vagy. És egy ideig nagyon bántott ez egyébként, hogy miért mondják ezt, meg hát tudtam, hogy nem így van, meg jó, az apám zenész, meg dolgozott színészekkel, de hát és akkor mi van? Tehát attól még nekem kell kiállnom, és nekem kell megcsinálni, és akkor az idő, amíg eljutottam oda, hogy hát most miért érzem én magam rosszul, amikor ilyeneket mondanak? Hát én tudom, hogy én jutottam el helyekre, és tudom, hogy én állok a színpadon, tehát akár benyomhattak is volna, akkor is ugyanazt kell megcsinálnom. És, ha nem tudnád megcsinálni, tehát akkor meg a következő alkalommal nem vagyok. Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy pontosan ezek a feladatok bizonyítják azt, hogy hiába segítenek valakinek. Ha akkor ott nem tud teljesíteni, úgy, ahogy kell, akkor minden hiába. Ez ugyanúgy a szerencsével, hogy ennek a szakmának azért nagyon nagy része a szerencse. De kész kell lenni a szerencsére. Tehát mindig top formában kell lenni, énekileg, táncilag, szellemileg, emberileg, hogy amikor jön egy lehetőség, akkor az ember tudjon élni vele. Tehát nem lehet azt mondani, hogy várjatok két hónap, még felgyúrom magam, kicsit diétáznék, és egyébként meg elmegyek skálázni minden nap, hanem akkor, amikor, hát amikor akkor az van, akkor tudni kell. Tehát egyébként nekem ez volt a szerencsém egyébként, hogy na, valami Amerikával is, csak mindig ide nyúlok vissza, de hogy csak az egy olyan jó példa arra, hogy fogalma, én akkor jöttem ki a főiskoláról, tehát a nevemet nem hallották még, csak annyira jó voltam a meghallgatáson, mindent kellett csinálni. És mindent tudtam, mert 4 év színművészeti főiskola alatt táncoltunk minden nap, énekórák, step tánc, mit tudom én, tehát annyira kész voltam, hogy nem lehetett megfogni abba, hogy... Tehát nem az volt, hogy fél évig ezt a csajt trenírozni kell arra, hogy ott alakítsa. Igen, azt hanem majd nem az volt, hogy jó, akkor beletesszük, mert ő tudja ezt. És egyébként, ha már ezt mondod, hogy a kondi, meg hogy mindig ott kell lenni készenlétben, akkor mondjuk ugye a Mary Poppinsnál is, most kiemeltük ezt, de ugye ez egy államszerep, meg tényleg egy ilyen szimbólum is, hogy ugye úgy szériáztok, hogy sokat játszol, aztán meg lehet, hogy 1 hónap vagy 2 hónap szünet adatik. Tehát akkor például hogy vigyázol a napi kondira? Tehát hogy akkor az abban a szünetben is, amikor mondjuk a centrálban vagy másút van csak darab, akkor naponta steppórára jársz, vagy futni mész, vagy tehát az életmódodat tartani kell Mary Poppins kompatibilisnek, hát, mondjuk így? Muszáj, mert utána nem lehet. Tehát, hogy na jó, de akkor sportolsz minden edzi, nap? Hát nem minden nap, jó. De mondjuk egy heti, hát igen, tehát járok edzeni, van egy edzőm, aki nyüstöl, mert muszáj nekem, hogy de ilyen, tehát ilyen kicsit ilyen combat training. Tehát tényleg ez a hajtás kell nekem. Tehát nekem ugrálnom kell, nekem muszáj ezek de olyan fajta edzést kell csinálnom, ami nagyon fölgyorsítja a szíves, aztán kicsit leáll. Tehát mindig a kardiót az erőnlétivel kell, vagy az erősítéssel kell kombinálni, meg hát lovagolok, ami pontosan ugyanez, hogy... Meg az itt meg is. Hát az, igen. Azt az arcot. Hát nagyon. Azt az arcot, hogyha a lóról beszélünk. Ló, meg akkor még hozzájön a kutyám, és akkor így a kutya mellettem a ló háton, a természetbe, hát kész. Az, és akkor utána kenyére lehet kenni. Na például, hogyha már a rendnél tartunk, akkor az a naptáradban szigorúan be kell kerüljön, hogy nem telik el x hét, hogy nekem szükségem van arra, hogy... elmenjek lovagolni, vagy tehát hogy vigyázni arra, hogy a töltekezés meg a költekezés
kell, hát az igen. Igen. Hát, hogy erre is figyelsz, nem tud elvinni úgy a szédület meg a pörgés, hogy elfeledkezz arról az időről, ami az én idő, ami rólad szól? Hát az én idő az, amikor ezeket csinál. Hát amikor én ugye írtam ezt a blogot, és akkor két utazás között volt idő, én elhatároztam, hogy én megtanulok lovagolni. És akkor én ezt úgy határoztam el, hogy én heti 4-5-ször jártam órára. Mert azt mondtam, hogy én megtanulok lovagolni. És azért akarok gyorsan megtanulni lovagolni, hogy utána a világ bármelyik táján, ahogyan megyek, akkor tudjak lovagolni. És hogyha... Tehát most már az... Jó, most is azért kell órákra járni, hogy az ember föntartsa, de most már azt tudom mondani, hogy tényleg bárhol. Tehát lovagoltam már óceánparton, szóval, hogy, és azért az nem mindegy. Szóval azok meg olyan élmények, amikkel hónapokig el vagyok. Tulajdonképpen azért ez az egy év az utazásokkal, vagy nem is tudom pontosan mennyi volt, az több volt egy kicsit. Hát pont egy év volt. Egy év, az ugye hozott ilyet is, igen, vagy módot adott erre is, meg hát nem mélyen vájkálva egy bezáruló ajtó mögött, de ez azért tudható, hogy ugye akkor találtad meg a társad is, akivel össze is házasodtatok közel 2 éve most már, hogy feleség vagy, illetve ő az urad, ugye, mert azt szoktad mondani. És de azon is elgondolkoztam, hogy amikor ti megismerkedtetek, akkor őt gyakorlatilag egy ilyen nagy utazóval ismerkedett meg. Azt, aki röbdös a keleti széllel, nyugati széllel, kvázi a színésznőt, azt már a házassága után kapta? Tehát volt egy ritmusváltás a kapcsolatotokban? Vagy kellett az utazgatás és a lovaglás után? Hát mindig mondta is, hogy jaj, te nem csinálsz semmit, hogy most utazol, meg írsz, de hát azért hogy színésznő vagy, jó, de mikor dolgozol? Mondom, várjál, ne örülj, vagy ne, inkább annak örüljél, hogy most ennyire ráérek, mondom, várjál, mert ha elkezdek dolgozni, akkor effektíven nem látjuk egymást, és nem nagyon hitt el addig, amíg tényleg így talán 3 hónapja voltunk házasok, és én elkezdtem forgatni heti 6 napot 12 órában. egyszer csak nem voltam otthon, mert hazaértem, lefeküdtem aludni, és hajnali 5-kor elmentem otthonról, és forgattam egész nap. És hazaértem, lefeküdtem aludni, és akkor mondtam, látod, értékelted volna azt a Szonyát, hogy ennyire ráérek, de nagyon jól kezeli egyébként. Tehát most valahogy nagyon jó érzéke van arra, hogy ezt érti. Ugye ez azért az egy nagy csoda, ha az ember megtalálja, csak azt szoktuk elfelejteni, hogy erre hogy is lehetne vigyázni. És akkor, amikor azt mondod, hogy 7 napból 6-ot forgatsz, akkor én nem kezdem már rágni a körmöm, az nem illik, de úgy jaj, hogy nehogy az legyen, tudod, hogy így az emberek eltávolodnak. Tehát van abban benne tudatosság, hogy, és nem rossz értelembe vett tudatosság, hogy azt, ami jó, azt ne evidensként fogadd el, hanem hogy arra is valahogy... Kell, persze. Hát azt is azért minden nap ápolni kell. Tehát olyan, mint egy növény. Én nagyon rosszul ápolok növényeket, miért ezt a példát hoztam fel. De... Hát egy ilyen kaktusz, amelyiket úgy ott kell hagyni, és nem szabad tűrt. Neked egy ilyen kaktusz. Nem, tényleg a növényekkel vagy nem. Tehát az állatokkal, a növényekkel nem. De tényleg, tehát hogy persze, hát azért, ahogy én igyekszem mindent úgy a helyén tudni, meg úgy mindenre figyelni körülöttem, azért... Erre is természetesen, hát főleg, persze. De ahogy nézem azért a szemedet, ott rendesen a boldogság csillog. Ezt jól látom, vagy csak éppen a szemedbe süt a reflekt? Nem tudom. Maradjunk ennyiben? Köszönöm szépen, Szonya. Köszönöm. Gondolkodjunk így együtt, legközelebb is. Az egy kávé Szilinórával együttműködő partnere, a budapestisminkiskola.com